Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete idén is meghirdette a Földnapjához köthető városi szemétszedési akcióját. A rossz időjárás miatt az eseményt elhalasztották, így azonban csatlakozhattak a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért kezdeményezéshez májusban, tudtuk meg Kovács Ilonától, a szervezet elnökétől. Önkéntes résztvevők számára biztosították a zsákokat, kesztyűket és szemétfelszedő botokat. Ezúttal is több helyszínen zajlott a felelőtlenül eldobott, vagy akár illegálisan lerakott szemét összegyűjtése városunkban, amelyeken koordinátorok várták a résztvevőket. A gyűjtőpontokon, vagyis a MÁV parkolóban, a Paradicsom-szigeten, a Kalózhajós játszótéren és a MÁV alsó részen regisztráció nélkül lehetett jelentkezni. Csatlakozott az eseményhez a Paradicsom-sziget és a Nagycsaládos Egyesület. Környezetbarátok a korábbi évekhez hasonlóan őszre is terveznek városi szemétszedési akciót.